Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a Rácz Family Official csatornánkon. Hoztam nektek egy újabb receptet. Tudjátok, mondtam már korábban, hogy készítek nektek egy kis minisorozatot a strapacskáról. Már is árultam, hogy miről lesz szó. Na mindegy, a strapacskáról annyit. Ezt a strapacskát fogjuk használni, és ebből ugye már csinálunk egy kis sorozatot. Van fenn nekünk egy káposztás, amit édes káposztával készítettem, és egy jutúrós strapacska recept. Most pedig csípős kolbászos strapacskát fogunk készíteni. Hú, de sok S betű van benne. Na, mindjárt megmutatom nektek a hozzávalókat, előtte elmondom nektek, hogy ezt a fajta kataklosztos strapacskát egy kiló kiszerelésben a Pennybe tudjátok megvásárolni. Én ezt használom. Hogyha tehetitek, akkor ti is ezt válasszátok. Ezt bátran ajánlom nektek, mert nagyon-nagyon finom. És gondos, ellenőrzött alapanyagokból készült, magyar lisztből, és a legfinomabb fajta burgonyából, tehát minőségi krumpliból van készítve. Egy kilós kiszerelésbe, a Pennybe 1000 forint árba tudjátok beszerezni. Na, ebből fogunk ma dolgozni, megmutatom nektek a résztvevőket, a hozzávalókat, hogy mik kellenek ehhez a nagyon finom magyaros ízvilágú recepthez. Tartsatok velem! És akkor nézzük a hozzávalókat. Szükségünk lesz 1 kg katafroszt Mireli strapacskára, csípős kolbászra, 20 deka, fél csomag petrezselyemzöld, mangalica zsír, vagy bármilyen zsír, nekem most nem volt itthon mangalica, úgyhogy én ezt a fajtát használom. Abból 75 g-ot használunk, vörös hagymából 10 dekát, másfél deci tejszínt, paradicsom, paprika, kaliforniai paprika, fokhagyma, füstölt szalonna, só, őrölt fekete bors, fűszer paprika. Majd mondom, le fogom nektek írni megjegyzésbe az arányokat, hogy miből mennyit tegyetek, és akkor nézzük is, hogy hogyan készítjük el. Mutatok mindent lépésről lépésre. Na, először is a folyamatot azzal fogjuk kezdeni, hogy ugye itt van nekünk a kolbász. Én, hát itt a 20 deka, én vettem még külön egy szálat, mert én fogok készíteni hozzá kolbászcsipszet. A kolbászcsipszet azt úgy fogjuk készíteni, hogy hát nem szabad vastagra, mindjárt elmutatom, hogy mekkora szeletekre gondoltam. Felszeljük, előmelegített sütőbe, kettő tepsi közé szorítva sütőpapírral, ropogósra fogjuk sütni. És ugye még itt készülődünk a folyamattal, addig az ott bent sül. Úgyhogy most az következik, hogy elsősorban is a kolbász chipshez elkészítjük a chipset. Jöhet egy minőségi ellenőrzés. Megkóstoljuk a kolbászkánkat. Illetve nagyon jó. Íze 10/10. Most felszeljük. Hát csak ilyen 2-3 mm-es vastagságú szeleteket vágjatok belőle. Na és én a sütőmet azt előmelegítettem egy 210 fokra, és akkor én mutatom nektek, hogy hogy zajlik ez. Ugye itt van nekünk két tepsink, az egyikre rakok egy fóliát, majd arra vigyázzatok, hogy a zsír sül ki a kolbászból, nehogy befolyjon a sütőbe, már nagyon égett szok lesz. Úgyhogy tegyetek alá valamit. És akkor én úgy fogom ezt csinálni, hogy csak így szépen rá rakom ezeket a szeleteket. És ropogósra meg kell sütni, jó? És amíg mi csináljuk a strapacskánkat, ami amúgy elég hamar meg lesz, addig ezek szépen ki fognak ott nekünk sülni a sütőbe. És ez nagyon-nagyon finom lesz nekünk hozzá.
enni. És a tepsinknek a másik hátát, azt így fogjuk rátenni, úgyhogy ennyi a folyamat. Ezt rá is rakom és berakom a sütőbe, és hagyom sülni, és jövünk a sztrapacskával. Na, beraktuk a kolbászcsipszünket sülni, és most jön a sztrapacska készítés. Azzal fogjuk kezdeni, hogy a zöldségeket össze fogjuk vágni, és a kolbászt apró kockára. Először is a vöröshagymával kezdjük. Tisztek a vöröshagymát, megtisztítok, lemosok, és kockára fogom most összevágni. Elvegyek és megmosom. Még összevágtam agymát, már kezdem érezni a kolbásznak az illatát. Nézzük meg, hogy is alakulunk. Ó, hát ez csodálatos. Nagyon szépen sül, látjátok, a zsír sül ki. Hol haladunk. Jött a paprikánk összekockázása. Ezek a zöldségek meg vannak mosva. De jó finomítva. Látjátok, milyen szépen sül a kis chipsünk. Na, és jöjjön a paradicsomunk. Én a paradicsomról leszoktam vágni a héját, nem szeretem, hogyha az ételben ilyen szálak vannak. Úgyhogy ez meg van hámozva, ezt is kockára fogom fölvágni. Most én képzeljétek el, hogy a legkisebb vágódeszkámat fogtam be, hogy azon fogok mindent összevágni. Hát a nagyobbat kellett volna, de most már azért se fogom be a nagyobbat. Most büntetem magam, killódok a kicsit. Na, összevágtuk a vöröshagymát, a paradicsomot és a kaliforniai paprikát, most jönnek a kis kolbik. Őket is apróra fogjuk összevágni. Nem mindent vágtam teljesen egyformára, van amelyik kisebb-nagyobb, próbáltam egyébként egyformákra vágni, ezek úgy is le lesznek majd turmixolva, úgyhogy ne aggódjatok rajta, hogyha nem feltétlenül egyforma minden. Jöhet a kolbász!
kolbászt is. Ezek fognak a mártáshoz kelleni. Őket így ide rakom. Vizétek így gyönyörű. Szépen össze van vágva. És akkor most jöjjünk egy olyannal, hogy vágjuk össze a szalonnát is, mert én már nem nagyon akarok utána vágni, úgyhogy én mindent itt előkészítek, aztán pedig jöhet a főzés. Most összevágom a szalonnát, megpucolom a fokhagymákat, és a petrezselymet is össze fogom szépen aprítani, úgyhogy most ez következik. Ezt is szépen megpróbáljuk kockára vágni. Ezt majd a strapacskával fogjuk lepirítani. Nagyon-nagyon finom. Szerintem ezt, ha kipróbáljátok ezt a receptet, biztosan nem fogtok csalódni benne, mert ez egy teljesen magyaros ízvilág. Szerintem nagyon fog nektek ízleni, remélem kipróbáljátok minél többen, és majd fogjátok szeretettel készíteni. Egyébként megnézhetitek, hogyha még nem tettétek meg, a strapacskáról van fent 2 videó. Azok is nagyon-nagyon jó kis receptek, azok is nagyon gyorsan elkészíthetőek, akár egy munka után, hogyha hazamentek és fáradtak vagytok, mégis kéne valami, és ez egy gyors egytál étel. Úgyhogy csekkoljátok le, srácok, az előző 2 videót is a strapacskáról. Jó, és összevágjuk. Ezek is megvannak most, és most jön a petrezselyem zöld. Szárát ezt mindig leszoktam vágni, és akkor... Na, összevágtuk a petrezselyem zöldet, és megtisztítottam a fokhagyma gerezdeket, amiket ide raktam. Most nézzünk rá a chipsre, mert én úgy gondolom, hogy már nem érzik az illat, úgyhogy szerintem lassan jó is lesz. Úgyhogy gyertek, nézzük meg! Na! Ó, hát ezzel is készült. Ez teljesen rendben van, megsült, úgyhogy én le is zárom. Itt vannak nekünk a chipsek, nézzétek, milyen szépen megsültek, és milyen finom ropogósak lettek. Mindjárt megkóstolok egy kis chipset. Pont a legzsírosabbat választottam ki, nézzük. Halljátok, hogy ropog. Újra finom. Nagyon jó. Ezeket itt félre fogom most tenni. Nem féltek tőle, hogy megég vagy valami, és hát ez nem éget meg az enyém. A 75 g zsírt egy serpenyőben felolvasztom. És hozzáadom a vörös hagymát. Szépen aranybarnára le fogom most pirítani a vörös hagymát. Na, végre leesett a zsír. Megpirult nekünk a vörös hagymánk, és most hozzáadjuk kalifornia paprikát és a paradicsomot. Ezzel együtt még egy kicsit pirítjuk. És hozzáadjuk a kolbászt is. Kicsit ezt elkezdjük lesütni, megpirítjuk, így a kolbászt is kiengedi a zsírt magából, és szép piros színt is ad majd a mártásunknak.
amíg itt sül, addig hozom a kis reszelőmet, és a két gerec fokhagymámat is hozzáadom. Most hozzáadom a két kis fokhagyma gerecbe. Na, amikor itt szépen lesült nekünk, ott látjátok, hogy azért szépen a kolbászunk is kezd összeesni, és engedi magából ki a zsírt, a zöldségek is, azok is szépen kezdenek összeesni. Mindjárt félre fogom húzni, és egy kicsit megfűszerezzük. Szépen megpirult mindenünk, és most be fogjuk egy kicsit fűszerezni. Sóval, borssal és egy kis piros paprikával fogjuk ízesíteni. Nem rakok sok piros paprikát hozzá, mert a kolbász az azért engedek ki. Mert ez szerintem a bors is jöhet úgy, hogy kinek a szájíz szerint, ki mennyire szeretné csípősen. Hogyha alapból csípős kolbászból készítitek, akkor alapból arra számoljatok, hogy csípős, és a sóval is vigyázzatok, mert a kolbász, a füstölt szalonna is azért tartalmas sót, úgyhogy arra is figyeljetek majd. Ja. Most ezt szépen ide visszahúzzuk, és felöltöm egy kis vízzel, hogy följön meg. Egy kb. 10 percig fogjuk főzni. És hogyha megfőtt, akkor le fogjuk ezt az egészet túlmixolni, és ez lesz nekünk a mártásunk, amit majd rá fogunk tenni, de mindent fogok nektek mutatni lépésről lépésre. Tehát gyerekek, itt olyan ízvilága van, hogy sírás. Nagyon finom lesz minden. Kóstolgatom itt a kolbász, minden, hát ez nagyon finom lesz. Én ezt egy kicsit lent elveszem. Úgyhogy ezt most főzöm itt 10 percig, aztán jövök vissza. 10 perc múlva Tali itt. Na gyertek és nézzük meg, letelt 10 percem. Alapból is egy ilyen jó kis sűrű mártást kaptunk. Most én lezárom. És hát bármilyen daráló készülékkel, ezt le tudjátok pürésíteni, úgymond, botmixerrel, turmixba rakhatjátok, vagy akár ilyen darálóval is, nekem ilyen kis darálóval, én ezzel fogom lepürésíteni, úgyhogy én ezt szépen belekanalazom, és lepürésítem. Valószínű, egyszerre mind nem fog belemenni, remélem belemegy, mind megpróbáljuk, úgyhogy én ezt most így belefogom ide. Belemegy. Nagyon jó. Na, és akkor mehet rá a fedele. És akkor induljon a mandula. Viszontlátás, viszonylás készen is van. Nyomika, nagyon jól néz ki, nézzük meg. Kész van a kis kolbászos szószunk. Nézzétek meg. Ilyen jó sűrű lett. A
azt fogjuk majd ezt a focskára rá önteni. Na, úgyhogy ez itt szépen maradott nekünk ebbe. Elöblítem a serpenyőmet, mert abból szeretek mindent csinálni. És most jövünk a strapacskával, és már pillanatokon belül készen is vagyunk, és ehessük a finom kolbászos strapacskát. Itt is vagyok! Kezdjük a folyamatot a serpenyőbe. Belerakjuk a kockára vágott füstölt szalonnát, és lepirítjuk. Tehát elkészítettük ezt a kolbászos máltást, és most a strapacskához pedig megpirítjuk a füstölt szalonnát. Gyönyörű szépen lepirítottuk a füstölt szalonnánkat, és most hozzá fogjuk tenni egy 1 kg, tehát a frosztos strapacskánkat. Mint mondtam, ez serpenyőben is tudjátok készíteni. Mikróba, vagy egy kicsit előfőzve. Együtt ezeket szépen most egy kicsit megpirítom. A füstölt szalonának a zsírja gyönyörű szépen bevonja nekünk a strapacskánkat. Nézzük, hogy csodálatosan. Illatok. Ezt érezni kéne srácok nektek, hogy mennyire finom illatok ezek is. Úgyhogy átuglanak a barátok, vagy akár csak a családnak. Hamar is elkészül, nagyon egyszerű, finom is a slapszató étel, úgyhogy szerintem ez egy kiváló receptőknek. Na, és ugye így sül nekünk, és most már rá fogjuk tenni a apróra vágott kis petrezselyem zöldet. Most is szórjuk is rá. És amikor lepirítjuk, akkor pedig hozzá fogjuk most adni ezt a máltát. És most már, mint mondtam, jöhet a kolbászos máltásunk. Csodálatosan bevonja nekünk ezt a pacskánkat. Tűzhelyet azért egy kicsit lentebb veszem, meg összekeverem. És most jön a lelke. Másfél deszi főző tejszínnel pedig felöntjük ezt a kolbászos strapacskát. Amit félrehúzom, megnézem. Szavazom és jöhet rá a tejszín. Egyet rottya, és készen is van.
készültünk, úgyhogy lezárom. Most jövünk a tálalással és a kóstolással. Na, el is készültem. Hozzáadtam a chipseket, és most vigyük oda Krisztiánnak. Már ott várja. Na! Ség, Krisztián! S hát jó étvágyat kívánok neked! Köszönöm szépen! Ez nagyon jól néz ki. Az illata is nagyon jó. A sót azt teszteljétek le. Srácok, én nekem nem kellett bele semmi. Hál' Istennek pont tökéletes lett. Ez brutális finom lett. Na, komolyan szerintem mondani. Is nagyon finom. Ura finom. Nem tudom meg. Na, ennyi lett volna ez a videó, srácok. Próbáljátok ki, nem fogtok benne csalódni. Nagyon-nagyon finom és laktató. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Iratkozzatok fel a csatornára. Jövök még majd nektek strapacskás videóval. Írjátok meg kommentbe, ha kipróbáljátok, hogy hogy ízlik nektek. Millió puszi nektek. Sziasztok! Sziasztok!